A himnusszal nyitották meg az idei Bács-Kiskun vármegyei építészkamara díja átadót. A vendégek között köszöntötték többek között dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőt és dr. Fekete Gábor alpolgármestert. Majd Katkis Tamás, a Bács-Kiskun vármegyei építészkamara elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A Bács-Kiskun vármegyei építészkamara nyáron meghirdetett pályázatára 15 alkotó munkája érkezett be. 15 építész pályázott, 19 pályaművel. Most általában így a, lehet mondani, a régióra jellemző, hogy inkább családi házakkal jönnek. Hát most azt tudom mondani, hogy ebből a 19 pályaművel 6 az, amelyik családi ház. A pályázat célja, hogy az alkotók megismerhessék a vármegye legjobb épületeit. Egy tervező akár 2 pályaművet is beadhatott, melyet egy 3-tagú szakmai zsűri bírált el. Vadász Bence budapesti Ibüldíjas építész elnökségével. Sokfajta látásmód, sokfajta épülettípus, sokfajta formálás volt ezek között a pályázatok között. Volt abszolút 21. századi, volt személyes és romantikus, volt kicsit organikus építészetet mutató, volt belső építészet, tehát egy élmény volt végignézni őket. A Bács-Kiskun vármegyei építészkamara díjat idén Kurusz Szabolcs Diela okleveles építészmérnök nyerte el a Hungarikum kiállítóházzal, valamint Vasejzen Áron okleveles építésztervező művész, a pápai református diákotthon munkájával, illetve Lepsényi Ákos Diela okleveles építésztervező művész, a Bajai nyaraló alkotásával. A pályázatos alkotásokat a Híres Agórában lehet megtekinteni egy héten keresztül. Az eseményről bővebben a műsorunkat követő kiemelő magazinunkban tudhatnak meg többet.